idén ünnepli működésének 25. évfordulóját a Nyíregyházi Szent Imre Katolikus Gimnázium. Az évnyitón Medgyessy Mária igazgatónő kiemelte, az intézmény átlaga a tavalyi évben 4,42 század volt, így a vallásos nevelés mellett az oktatásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Leginkább a diákok iskolánkhoz való ragaszkodásával büszkélkednék ezen a mai napon, arra, hogy boldogan térnek vissza az iskolánkba, hogy nagyon sokan régi szentimrések fölkeresik régi alma máterüket. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nem szerénytelenség elmondani azt, hogy színvonalas oktatásban részesülnek diákjaink, a tanuló létszám évről évre növekszik. Ebben az évben 796 diák kezdi meg tanulmányait az intézményben, az iskolához tartozó óvodában pedig 72 gyermeket nevelnek majd. A tanévnyitón az egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár kiemelte, az egyházi fenntartású intézmények oktatói és diákjai minden olyan támogatást megkapnak, amelyet az állami intézmények is. Így például érinti őket az ingyenes tankönyv, a térítésmentes étkezés, illetve a pedagógus béremelés is. Fülöp Attila hozzátette, a Szent Imre most egy 300 millió forintos támogatást is kap, ebből az összegből 200 milliót az óvoda fejlesztésére, 100 millió forintot pedig a kollégium felújítására fordítanak majd. Az elmúlt években folyamatosan nő az egyházi iskolák népszerűsége. Azt látjuk, hogy a egyházi fenntartású iskolák aránya országos szinten az úgy 13% a köznevelésben. Én azt nagyon fontosnak tartom, hogy azt is lássuk, hogy 2010 előtt 110 ezer gyerek voltak ilyen iskolában jár, ma ez 210 ezer. És hogyha a rendszerváltásig visszamegyünk, ugye amikor még csak egy pár felekhez rend tarthatott fenn iskolát, akkor 3-4 ezer gyerek volt csak, aki egyházi iskolába járt. Ehhez képest azt gondolom, hogy a mostani 210 ezer gyerme, az látszódik a növekedés, meg az is, hogy az egyházaknak az oktatásban vállalt szerepvállalása, egyébként a közösség megőrzése, a közösség javítása érdekében tett szolgálata, az ezeken a számokon is tükröződik. Az ünnepélyes megnyitón kitüntetéseket is átadott az intézmény vezetője azoknak a pedagógusoknak, akik hosszú évek óta nevelik és oktatják a Szent Imrés diákokat.